Sziasztok! Először is szeretnék mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni. Mesét szeretnék nektek felolvasni, a kisöcsémnek a mesekönyvéből. Az a cím, hogy Korai ajándék. Anya vajas kenyeret és citromos teát készített a konyhában. Persze őt nem mindig hívták így. Először Varga Dóra volt, aztán Bogdán Péterné lett, és csak utána vált belőle anya. A két gyerek beviharzott a konyhába. Valószínűleg az üres pocakjuk kergette be őket, de az is lehet, hogy minél előbb el akarták kezdeni, amit aznapra terveztek. A sparhelten kislábosban főtt tojás is készült, ez apa reggelije lesz. A kicsiknek pedig előkerült a méz. Jó reggelt, anya! Mondta a két gyerek szinte egyszerre. Szép reggelt nektek is. Mit fogtok ma csinálni? A mézes kenyér, citromos teha, öltözés, hóember. Ez a sorrend, mondta Bubó. Persze, csak ha nem kell segíteni valamit, szólt közbe Sisi. Nem, de köszönöm. Élvezzétek csak a havat meg a szünetet, mosolygott anya. A hóember nagyon fontos. Nélküle nem is lenne igazán karácsonyi az udvar. Közben apa is előkerült. Jó reggelt, család! No, kész van már az a finom főtt tojás szívem. Hamarosan, nyugtatta anya. Ugye tudod, édesem, hogy a tojás nem lesz puhább attól, ha tovább főzöd? Élcelődött apa. A gyerekek persze kuncogtak. Ha-ha-ha! Nagyon vicces valaki ma reggel. Most legalább látom, kitől örökölte Bobó a tréfás kedvét. Na, jó hétvágyat, aztán irány az udvar. Én is mehetek hóembert építeni? Kérdezte csodálkozva apa. Nem, szívem, te havat fogsz lapátolni. Ugye tudod, milyen nap van? Ó, persze! A járdának tisztának kell lennie, különben nem tudnak bejönni a... Péter! Ssss! Vágott közbe hirtelen anyu, miközben ijedten a gyerekekre nézett. Mackók! Vágta rá apu gyorsan. Mackók? Kérdezte felcsillanó szemmel Sisi. Mackók jönnek ide? Akkor tudod, mit kell tennünk? Kérdezte Bubu. Honnan tudnám? Ide még soha nem jöttek mackók, mondta meg a kislánya vállát. Azonnal el kell dugni a mézet. Nevetett a bátyja. Míg a testvérek jó melegen felöltöztek, apa is befejezte a reggelit. Anya mosogatott, apa pedig készült a lapátolásra. Menj előre, Sisi! Mindjárt megyek, csak beszélnem kell apával. A kislány kiment az udvarra, apa és fia pedig sugdolóztak pár percig a nappaliban. Apa figyelmesen hallgatta a fiát, aztán kis gondolkozás után beleegyezően bólintott. Bármiről is volt szó, Bobónak sikerült meggyőzni az apját, így hát elégedetten és mosolyogva követte a húgát az udvarra. Amikor megjelent, Sisi csodálkozott egy kicsit. Már azt hittem, véletlenül belegöngyöltelek a hógolyóba. Hát hol jártál? Nem akarok fülenteni, de nem is mondhatom meg. Olyan titkos, karácsonyi dolog. De ígérem, meg fogod tudni, sőt, te leszel az első. Kacsintott a húgára. A hóember még ebéd előtt elkészült. Igen, takarosan nézett ki. Lábos kalap, répaor, szénszem, szénszáj, széngombok, söprű. Szóval pontosan olyan lett, amilyen egy igazi hóember. A gyerekek bementek. A finom ebéd után a szüleikkel együtt a nappali ablakán át elégedetten szemlélték a hóembert. Hát, nagyobb is elkészülhetett volna, mondta apa sóhajtva. Tényleg szép dísze az udvarnak. Már csodálhattuk volna tegnap is, értette egyet anya. Nem pont erre gondoltam, mondta apa. Söprűje van. Ha előbb elkészül, segíthetett volna eltakarítani a havat a járdáról. Ezen jól nevettek, majd mindenki ment a dolgára. A gyerekek egyelőre bementek a szobájukba olvasni, játszani. Teli pocakkal nem jó szaladgálni.
Persze később azért kimentek a friss levegőre, egy kis délutáni hógolyózásra. Anyának és apának viszont egyéb fontos dolga volt. Gyere csak, szívem! Szólt anya mosolyogva. Még rendbe kell tennünk a vendégszobát, tudod, a mackóknak. Már kezdett sötétedni. Így a gyerekek bejöttek az udvarról, átöltöztek, és megbeszélték, hogy közösen rajzolnak valamit. Valami igazán karácsonyit. Rajzlapot és színes ceruzát vettek elő, Bobó zölden rajzolt egy szép, nagy fenyőt, aztán közösen elkezdték rárajzolni a különböző színű díszeket. Ide csillagokat is rajzolok, mondta Sisi. Jó, ez szépen sikerült, de valami még hiányzik. Micsoda? Hiszen van rajta minden. Rajta igen, de alatta? Alatta nincs semmi. Rajzoljunk pár csomagot is alá, javasolta Bobó. Hát, szerintem jók voltunk, mondta a kislány. Biztosan lesz valami ajándék is a fa alatt. Teljesen belemerültek a nagy munkába, amikor hirtelen egy szokatlan, csilingelő hangra lettek figyelmesek. Kiszaladtak a nappaliba. Anyu és apu az ablaknál álltak. Sisi és Bobó is odafutottak, és az orrukat az üveghez nyomva próbálták megnézni, honnan jön a csengő szó. Egy ló állt az úton, pont a kiskapu előtt. Nyakában csengő, mögötte egy szán. Az utcai lámpa halvány fényében azonban nem lehetett tisztán látni, ki is ül a szánon, az utasülésen. A gyerekek csak két sötét bundás alakot láttak. Te, Bobó, mondta izgatottan Sisi. Hát te is látod! Igen, igen, válaszolva elképedve a fiú. Ezeken tényleg bunda van, és sötét barna a színük. Mackók! Mackók jöttek hozzánk, tényleg! Kiabálta a kislány. Anya és apa halkan kuncogtak a gyerekek háta mögött, a két sötét barna alatt pedig elindult az ajtó felé. Jézusom! Kiabálta izgatottan Sisi. Errefelé jönnek! Most mi lesz? Szerintem nyissunk ajtót, és vegyük elő a mézet! Mondta Bobó izgatott arccal. Ez nekem gyanús, szólalt meg Bobó, aki még mindig kifelé kémlelt az ablakon. Nézd már meg, Hugi! Az egyiknek a kezében egy nagy bőrönd van. A mackók nem cipelnek bőröndöt. Sisi még jobban az üveghez nyomta az orrát. Tényleg? Vajon mi lehet benne? Lehet, hogy egy váltásbunda, szólalt meg apa. Anya nem bírta tovább, kitört belőle a nevetés. No, engedjük be őket! Az ajtóhoz sietett, kinyitotta, és a két bundába burkolt alatt belépett a szobába. Jó estét, kincseim! A két gyerek nevetésben, éjjenzésben tört ki, ahogyan felismerték a nagymama kedves hangját, és rájöttek, kiket rejtenek a bundák. Mama, papa, de jó! Kiabálták egyszerre. Látod, Bobó? Még nincs is szent este, de mi már kaptunk ajándékot. Örvendezett a kislány. No, ha már mi vagyunk a ma esti ajándék, akár ki is csomagolhattok bennünket, még mielőtt ránk melegszik ez a csomagoló. Szólalt meg nagyapa. Na, mi is ez? Hát, nem papír, az már biztos. Mosolygott Bobó. Medvéket nem csomagolnak papírba.